Az orosz kormány tankokat, légvédelmi rendszereket és alakulatokat küldött a dél-oroszországi Kursk régióba, hogy az oda behatoló ukrán csapatokat minél gyorsabb ütemben megállítsák és kiszorítsák. Az ukrán hadsereg kedden meglepetésszerű hadművelettel betört Oroszország területére, és Kursk környékén több katonai állomás helyett települést elfoglalt. A könnyű fegyverzettel ellátott helyi orosz erők nem tudták kivédeni az ukrán támadást, az akció az orosz hadsereg sebezhetőségét demonstrálta. A Kremlin biztonsági helyzetre való tekintettel több területen a lakosság kitelepítését rendelt el, de ezrek menekülnek a határmenti ukrán területekről is, orosz megtorló számítanak. A határ 180 kilométeres szakaszán az orosz bombázások miatt az ukrán katasztrófavédelem alakulatai segítik a helyi lakosok kimenekítését.